Ötödik napja nincs áram több szomszédos házban a főváros 10. kerületében. Többször is voltak kint szakemberek, de azt mondták, nincs náluk olyan alkatrész, amire szükség lenne. Az elmű szerint a telken belüli hálózatot a lakóknak kell helyreállítatni. Ők csak azután tudják visszakötni a házat a hálózatba. Ha már kell sötét tenni, még itten, ha valami dolgozok, akkor két gyertya mellett. Szerda óta nincs áram szívós kelmennel, azóta igyekszik mindent még sötétedés előtt befejezni. A szomszédoktól kap ugyan áramot egy hosszabbítóval, de azt mondja, arról a fagyasztókat üzemelteti, hogy legalább az étel ne romoljon meg. A ház mellett lévő fa egyik ága szakította le a vezetéket a házról. A lelógó vezetékre napokig rendőrök vigyáztak, végül az elmű szakemberei szigetelték, majd feltekerték egy oszlopra. A tartócsövet azóta már visszaszerelték a házra. Hát van olyan, aki villannyal főzött. Az udvaron főztek bográcsba. Szóval hihetetlen. Ötödik napja nincs, és csak mindegyik az, a hónap jön meg, hónap. Akkor kitalálták azt, hogy ez tele volt faága, úgy, mint az is, hogy le volt. Mi megtisztítottuk, hogy ne legyen az se probléma a lakók. Akkor kitaláltak mást. Az egyik szomszédnak délelőtt azt mondták az elműnél, hogy annyi munkájuk van, majd érkeznek valamikor. Pedig tegnap két csapat is kint volt az utcában, akik végül nem csináltak semmit, majd megígérték, hogy később visszamennek. Utána telefonáltak, hogy mégse jönnek vissza, mert hogy kell egy ilyen regisztrált villanyszerelő, aki a kupakot a cső végére fölhelyezi, mert nekik ilyen kupakjuk nincsen az elműnek állítólag. És hát azóta várjuk, hogy jöjjenek vissza. Időközben megtalálták az eredeti kupakot, amit egy villanyszerelő már vissza is rakott a helyére. Az elmű szóvivője szerint nem is kell, hogy legyen náluk ilyen vagy ehhez hasonló alkatrész. A belső hálózatot az ügyfélnek kell kialakítani, a balesetvédelmi megoldásokat figyelembe véve, erre szigorú szabvány előírások vannak, és az elkészült hálózatot az elmű szerelő kötheti rá a közcélú hálózatra, tehát az utcai oszlopra, mindent ezen belül az ügyfélnek kell kialakítania, hiszen ez az ő tulajdona és az ő felelőssége is. Nagyjából még 100 házban nincs áram a fővárosban és 4 megyében. Az utcai hálózatot már mindenhol helyreállították. Napok óta folyamatosan dolgoznak a főkert munkatársai a Népligetben. Egyelőre még megbecsülni sem tudják pontosan, hogy mennyi fa ment tönkre. A társaság egyik vezetője szerint csak a balesetveszély elhárítása és a sérült fák elszállítása legalább 3 hónapig tart. A teljes helyreállítás pedig sokkal tovább. Van olyan utca, ahol még mindig egy leszakadt tető képez forgalmi akadályt. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint az a legfontosabb, hogy minél hamarabb jelezzék a károkat a biztosítóknak. Az eddig információk szerint körülbelül 20 000 káreset volt a viharban, a károk összege pedig elérheti a 3 milliárd forintot.